Sziasztok! Ismét üdvözöllek titeket a Nio című játék végigjátásának a 13. epizódjából. És én mondtam, hogy legközelebb a következő régióba megyünk, de úgy látszik, hogy megint hazudtam, mert kettő Twilightot is elérek most, mind a kettő piros. Úgyhogy először menjünk a kisebbikbe. Ezen csak végig fogok szaladni, nem, level 30, tehát itt nem igazán kapok semmi érdemlegeset a pályán belül. Viszont ez egy 90-es, és én még ekkora nem vagyok. Ugye? 82-es a karakterem, úgyhogy ez így jó lesz. Ide bemegyünk, és megcsinálunk mindent. Ez az Ogresses pálya egyébként, csak ugye Twilight-os verzióban. De menjünk is. Finom kis 80 ezres XP jutalom, meg 178 ezer arany, meg ilyenek. Nagyon sokat adnak a Twilight-os pályák amúgy az adott szinthez képest. Tárunk! Squirming Sprite. Ez azt hiszem a három nyelvezőt kell leverni. Aha, igen, ez az a pálya. Hát akkor tegyünk így. Hello. Mi? Nem kellenek a fejek. Au. Au, au. Jó, igen, azért látszik, hogy ez level 30. Most téged kell megölni először. Ez volt egy. Vagy madár. A madár az még így is erős. Hékás! Ja, itt egy revenant. Persze. Hogy... ez se összehalljál meg. Te figyike? Hagyjad abba! Nem revenantozunk. Meggyilkoljuk. Ó, oh, várjál. Na, hülye, nem vett észre. Ez azt le kell lőni, mert ijászkodik közben. Au. Azt nekem. Csát! Úgy! Szevasz, madár! Hetés, fugás, é! Karasu Tengu. Igen, ez a Raven Tengu. Te! Mit kombózol össze-vissza? Csapjalak le, így! Kicsit izmos vagyok ehhez. De nem baj, az Umbrasight az kötelező darab. Én arról nem mondok le. Jó, ez akkor megvan. Amúgy itt van a tető, a másik idéző. Hát ez nem talált. Nem fogyott el. Akkor itt leugrok. Összek mindent.
Kérek közül egy pillanatot, muszáj kinyitnom az ajtót, mert egyszerűen nem bírom ezt a meleget. Csak aztán itt közben már igencsak este van, úgyhogy nem szabad itt kiabálni, meg ilyesmi, mert asszony is gyerek, a gyerek is alszik, még Kondi nincs, úgyhogy minden ajtó nyitva van. Természetesen hiába nyitjuk ki az ablakokat, mert szél az baszik lenni. Tehát itt tök jó. Figyelj, van itt egy ilyen vitrasszla. Mit szólsz hozzá, madár? Madár! Ó, oh, picsába. El akarom tüntetni a pocsolyára. Ne legyél pocsolyárdós. Ne. Ne csináljad én velem. Megütlek. Meg. Ja, ja, ja. Rékes. Hallod, hogy nem tudtam beütni. Na. Ezeket is ölni kell néha, mert rájuk is van gyilkolós trófea, vagyis hát ilyen nem trófea, hanem mi a fene? Ányádat, te fos! Te fos! Te egy fos vagy! Hogy? Hát így is lehet. Nem így gondoltam, de jó. Na, és akkor itt van egy ilyen. Elkavics. Ja! Még ebbe? Vagy nyelvező ember 3. Nektek. Vinni. Nem? Jó. Legalább azt a ládát, azt szedjük már fel, ha már itt vagyunk. Nézd már ki. Lófasz tárgyak. Belegább tárgyak. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Twilight-okat mindig érdemes legalább egyszer megcsinálni. Minden nap, amelyiket csak elérjétek. Meg azt sem győzöm hangsúlyozni, hogy a sprintelés mennyivel jobb, mint a dodzsolás. Gyorsabb is, kevesebb staminát is eszik. És sokkal messzebbre tudsz menni vele. Úgyhogy... Ja. Na hát akkor nézzük most ezt. Itt lesz az ogressz. Jó, nem hiszem, hogy 100%-osra csinálom a pályát, csak azért nem speedrunnelok, hanem szépen megölök mindenkit, aki az utamba áll. Tenryu River futamata. Itt egy ilyen. Hát nyomjuk meg. Miből áll? Miből áll ezt megnyomni? Igen, itt már látszik, hogy 90-es a pálya. Nem halnak meg olyan hú de könnyen az ellenségek. Figyike, van én nekem egy ilyen catwalking scrollom. Nyilak. Tessék. Na, azt hittem mellém fut. Olyan irányba ment, hogy
Simán el tudtam volna képzelni. Nem látta. Ez meg ágyus! Ágyus! Úgy. Ezzel kell menni, ezt akkor elrakja. Bozi ágyusok, fúj! Nagyot is sebez, föl is borulsz tőle. Mire felborulsz, én a következő ágyú jó. Ó, bazd meg. Jó, mindjárt. Kajak mellé, ezért nem buzdottam. Te meg mi? Kombózol jobbra balra, ne kombózz ennyit. Mi? Csunin. Édes anyád. Ups, ne ezt lőjük, hanem a másiknak. Szevasz! De? Itt egy másik snány. Akarok. Ja persze, várja, van még egy. Ott van, nem. De nagyon pengett, hogy csinálj. Ne pengessél ennyit. Megárt. Oda is mindjárt átlövök, csak innen. Közelebbről nagyobbat sebzek. Meg a pöcs. Neked is. A pöcs. Jól emlékszem, akkor most ott van egy... Aha. Ott van ám. Á, kurva szádat. Gyere csak. Szabad. Biztos nem fogsz izélni, lebénítani. Szóval itt bent is van egy. Oké. Elég gyors voltam és nem tudott ellen támadni. Ojaj. Gyere csak! Úgy! Halálozzál el! Halálozzál el! Jó! És akkor nem erre megyünk, hanem arra megyünk, amerről a kő gurul. Bunko. Good. Egy elixír. Hello. Meg ott egy olyan. Aha, nem is erre. Hanem erre megyünk, és akkor itt le tudjuk pöckölni a követ. Megöli helyettünk a szörnyeket. Szerintem itt is lesz egy nyelvező. Hibás lenne. Ha miért ugrottál mellé? Néha elég hatékony a védekező gombot használni, mint például amikor itt nyelvezik, körbe nyelvezik, akkor jól jön. Mert nem vesz olyan nagyon sok staminát ahhoz, hogy védek, meg kivéded. Igen, van a hát. Illetve csak volt. Van még egy. Nesztek. Open. Jumonji Spear. Oké. Search. Egy fan. Hát itt meg maradt egy aranyka. Arany darabka. Oké. És itt tényleg nem lesz izé. Szervusz. Ez itt fosz. Ha nem támad, akkor én megtetsz belőle.
de meghaltál. Tényleg nincs kavics. Más lenne is mennyi elő. Oké. Gyere csak. De elkapta mind a három. Nagyon jó. Nagyon, nagyon jó kis damage bónuszom van már, hogyha hátulról sebzek valakit. Ennyi. Hot spring. Ennyi, egy kis HP bónusz. Na, akkor csináljuk most azt, hogy nem, hanem mi ez? Catwalk. Hát, ha nem vesz észre ez a hülye fosdarab. És nem vett észre. Még itt meg penget is egy szállat pengető ember. Jó, és akkor csinálj. Ki látott meg? Ó, egy ilyen fej. Na. Nem tudok ugrani. Nem tudok ugrani a vízben. Lehet, hogy túl mély a víz. Nem csinálta meg ezt az ugró támadást. Hát. Na. Travel amulet. Egy ágyus csonti. Pöt. Itt egy nagyobb csonti. Meg akarsz ide jönni? Az a baj, van mögötte egy izé is. Te kajak izé szétestél. Egyszer én belelőttem a fejébe a nagy csontinak és szétesett azonnal. És még nem is izé volt, tehát sima nyílvessző volt, semmi más. Omnio Mage Locks. Közi. Ingyen skill pontokat, mindig szeretjük. Te csak ne viccelődjél itt. Te mi a fasz? Nem kell a bullshit combo. Glöp. Nem volt itt senki. Mit köpködsz? Megköpködjél. Éni. Azt is felveszek. Nem? Nem itt van. Valamelyik pályán, vagy valamelyik verziójában ennek a pályának. Ott volt egy, hogy lenne egy szobor. Ott viszont biztos, hogy van. Egy hamaja, és egy hamaja. Visszaváltom sima nyilakra. Fölvesszük a mindent. Ja. Itt van egy ilyen, kapsz egy olyat. Te! Áó! A hülye kapott! Az igen! Az igen! 3183! Full HP-ról! Sima egy hit! Az a kurva! És nem hiszem el, hogy azért döglöttem meg. Egyrészt nem mentettem egyik shrine-nál se. És másrészt, hogy azért döglöttem meg. Mert a két... Mert az izére célzott a két hülye égő fejre. Pöcs. És az egyiket sikerült is leütni. A másik meg megpöckölgetett hátulról, ameddig a madár előtt próbáltam menekülni.
Hello. Te az előbb nem voltál itt. Nem ennyi. Na próbáljuk meg ezt még egyszer, srácok. A kekka itt felnyomok, hogy ne legyen pocsolya. Egy ilyet. Igen. Oké. Két fejecske megdöglött. És akkor most. Te. Now. Oké. Ajj, bozi bele, fúj. Fúj, de undorító ez. Ennek? Jó van, akkor idézzél meg még valaki. Tipet. Itt van mennám. Pöcs idéző. Idézi a pöcsöket. Mert már is visszajött. Azt mindenképpen kérjük akármi is az. Spirit Iron Fragment. Persze majd ez a fej majd biztos. Viccelődik. Én mögöttem van valami. Ez mellé ment. Hallod, mellé ütöttem, mi a fasz? Test közelből. Jó. Hát, level up-oljunk addig. Magic-et fel kell húzni, húszi. Most te mi vagy? Te nem egy Oreo ki vagy? Ne, hát egy Oreo ki. Kaptam egy Crusader title-t. Az azt jelenti, hogy ötször megöltem már ezt az Oreo kit. Ugye ő volt az első boss, ami nem a tutorial boss, hanem a rendes első boss, ő volt az. Mellettük futni. Így jó közel mellettük. És akkor amikor éppen feléd kotognak, mert akkor mindig egyenesen, mindig függőlegesen fognak csapni egyet. És akkor mögéjük lehet kenni a csontiknak. És akkor nagy csontikra igaz. Mondtam, ami. Search. És akkor itt megint van egy nyelvező. Szép egyiknek. Hú de jó, hogy nincsen staminád, addig leütlök. Hú de jó, hogy ez mellém ment. Ez a neki futós dolog. Simán engem is elkaphatott volna. Hello. Nem éri. Oh.
Egy kombóval három ellenség. Ez az igazi. Itt a Temple Key. Itt van senki. Szerintem van itt valaki. Jó, mindegy, ez így jó. Nézd, belakadtam a falba. Most ezzel nem fog belakadni a falba. Na, na. Amúgy ez a futótámadás, ez a nagyon gyors. Ezért, tehát elkezdek is rohanni, és akkor megnyomom a futásból a négyzetet, tehát a kicsi támadást. Hú, ez fölrobbant. Na, ez például pont zöld kristályos volt. Sebeztem, csináltam annyi wind, tehát ilyen szél alapú sebzést, ez a zöld színű, hogy felrobbanjon a kristály a hátán. És ilyenkor nem a szarva miatt esett össze, hanem azért, mert túltöltöttem a kristályait. Oh, hello! Látlak ám az ágyúval. Mint hogy lett volna még valaki, nem? Amint így ott a jókain kívül készítettem, meg egy madár lesz. Jaj, de örülök neked. Itt lesz. Au, au. Így eléggé fájdalmas volt. De... Fajjál már meg. Jó, tehát igazából a Crusher title már megvan. Itt ennél a bossnál. Úgyhogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy ne érjen hozzám. Mert az ideális, mert akkor nem halok meg. Viszont megengedhetem azt, hogy egyszer-kétszer megüssön. Főleg így could change a két Tiger Run, Kekkai, Extraction, Gaiadis, Carnage, Winning Weapon. És befelé. És akkor adunk neki rögtön egy weakness-t. Na. Tényleg csak ott kell maradni a szájába. Bár fogyott a living weaponből, mert azért amikor a földre csapott, meg kitépte a kezeit a földből, akkor az... megsebzett, tehát az látszott. De pont eleget csapkodtam, hogy jó legyen. Na, akkor ez is megvan. Kapok még egy rakás TP-t, szerintem két szintet is tudok lépni abból, amit most kaptam. Közben én itt borozok, úgyhogy egészségetekre. Jó kis fügebor. Pincsi. Na, és kaptam egy title-t is, hogy megcsináltam azt hiszem 5 darab Twilight-ot. No, viszont, akkor már menjünk már be a kovácshoz. Reforge, fegyver, és akkor a saját fegyverünkön meg kéne nézni, hogy mit tudok ide tenni. Close combat attack, enemy saturated, az nem kell. Jó, hát akkor egyelőre ezek így marad ez, ami rajta van. Viszont én a páncélomon ugyanúgy tudom használni ezeket a dolgokat. Nézzük meg, hogy itt mit tudnék. Boost amit a gauge. Nem. Na viszont ez a bónuszos dolog, ez jó lenne, csak nem ez, hanem az attackot kellene, hogy erősítse. Toughness. Hát, nem is tudom. Nem is tudom. Mindegy, egy örök körbenézünk. Increase, igen, az surrounded. Igen, mert úgy van, hogy a testpáncélra lehet surrounded-es bónuszt rakni. Hogyha több mint egy ellenség ellen harcolsz. A sapkára lehet olyat, hogyha amritát kapsz, tehát
bármilyen módon XP-t szerzel, akkor kapsz valami bónuszt. Kesztyű, nem tudom mit lehet rakni, most így hirtelen. Ninjutsu damage, meg Omnio damage-ek. Nem kell. Ide. Life az rendben van. Nem. Nem. Egyéb. Defense helyett. Bonus after purification. El, cipőbe lehet ilyet tenni, hogyha eldöntetsz egy pocsolyát, akkor mit kapsz bónuszba. És ezek között olyan is van, hogy kétszeres atakot. Azért az nem kicsit. Nem kicsit kemény. Főleg, hogy föltolod a kekkaid, ingyen leszedi a pocsolyát, nem is kell csinálni vele semmit, és akkor így gyorsan beleszaladsz a pocsolyába, és én mit tudom én, 4-5 másodpercig dupla atakod lesz egy támadás erejéig. Szerintem ez kurva jó dolog. Jó. Jó, egyelőre szerintem ez most ennyi. És csinálok egy olyat, hogy megnézem, hogy van-e jobb. Ó, ez puskába biztos jobb lesz. Nézzük csak meg ezt. De még hogy jobb lesz. Nagyon durva. Damage to Revenants. Amúgy az is poén. És akkor E-ból, Warrior of the West Bow. Hát ez egy kaki. És ez? Az is igaz, ez is elég kaki. Jó van, ebből kaptam valami jót, mert most nagy pályán játszottam. Jókai close combat damage kellene. Egész hatos. Jó. Nothing. Jó, gyorsan megnézzük, hogy mi a, amit árul a randomok között. Hamajanyilakat kérem. Fan. Én ezt nem akarom megvenni. És azt sem akarom megvenni. Matadozó neked is. És akkor shrine-ozzunk. És offeringelni kéne, mert fogyóban vannak a vetszlónjaim. Illetve... Hol az én fegyverem? 93? Na várjál. Szerintem 89-es. Ó, akkor még várjunk egy kicsit ezzel. Nyomunk egy blacksmithet. Azt mondom, hogy soul match. Weapon. A saját fegyveremet. Ezt. Mi lenne, ha feljebb húznánk? 92, 96, 95, 95, 93, 90, 96, 96-ra. Ez itt több mint a fél arany készletemet el fogja használni, de kit érdekel. Felhúzzuk, annyira felhúzna, hogy megint úgy van, hogy ilyen 7 szintet emel rajta. Ugye megint nullázódik a familiarity, de akkora lesz az alapsebzése, mint hogyha maxos lenne a familiarity-a. Úgyhogy ez most pont jó lesz. Nagyon drága dolog amúgy a soul match. Azt mondom, hogy ez így ennyi. Matadozó, igen. És csinálunk egy whetstone-ozást. Kimaxoljuk a fegyvert. Így. Megláttam, van nálam haj. Egy darab pontot adott, és komolyan. Meg vannak ilyen pontjaim is. Jó, ezt. Rust. Meg ezt. Oké. Shrine. Egy koffering. Összes mindent. Kapok érte 256 ezer TP-t. Meg egy rakás elixírt, meg whetstone-t, egy keveset, meg ilyenek. Úgyhogy kurva jó. Nagyon-nagyon sokat ért ez most. Level up-olunk. Ezt felhúzzuk 20-ra, hogy az jó legyen. És akkor tulajdonképpen
Kicsit talán mehetne még a spirit, de mi, ja, amúgy már csak egy. Aha, na mindegy, akkor, akkor viszont HP, HP plusz, plusz damage, ez jó lesz. Jó, és akkor azt kellett még megnézni, hogy itt a skilleknél hány skill pontom van, itt van 5. Az nem elég, mert ugye 7 kell majd ehhez. És ez majd lesz, majd ha lesz, akkor ezt fejlesztünk. Itt van 6 ninja pontom, erre majd ránézek. És akkor itt van 14 omnium van. Hát akkor ezt, hogy plusz 3 legyen a capacity. És akkor ezeket is érdemes lenne fejleszgetni, a Pleiades-t meg a Extraction-t, hogy olcsóbb legyen a, az a kettő, amit berakok. A Carnage-ből is lehetne, meg a Kekkai-ból is lehetne, csak ennyi pontom ugye nincsen. Úgyhogy... Legyen az most, akkor ezt hagyjuk is úgy, ahogy van. Csinálok egy ilyen Luckbringert, csak azért, hogy ezt tudjam fejleszteni, és akkor azt mondom, hogy 15 plusz luckot fölnyomok. És akkor 15-tel több lesz a luckom, és jönnek a jó cuccok. Illetve ez már ki van tolva. Ez nem kell, ez nem kell. Stop, Shadow Round. Shadow Round az poén amúgy, hogy itt tovább van valami 40% esélyt ad arra, hogy amit dobó dolgot használsz, vagy bármilyen lövedéket, ez ugyanúgy igaz a puskatöltényre, az a nyilakra, az eldobált késekre, bombákra, tök mindegy mire. Ez, hogy 40%-ot kapsz kb. Arra, hogy nem használódik el. És megmarad. De... Viszont egy Weakness 3-at kéne tolni. Vagy slot 2, mert nem használom a slotot, úgyhogy weakness 3 lesz. És akkor ninjánál akartam én még körülnézni. Antitoxin nem kell, kunai nem kell, poison shuriken, ezek se kellenek. Makabishi, noxious ground fire, quiver, ja igen, na ezek, ezek például tök hasznosak. De most nem azt fogom, hanem a tiger runningból fogok szerintem. Nem, cloud runner, running speed 5%-kal megnövelődik. Ide sokba került ez. Levitation? Levitation nem kell. Quick change? Ebből is fejleszthetnék, mert ez is tök drága. És legyen 6%-a olcsóbb a dodge. Nem használom olyan sokat, de... De amikor dodge-olok, akkor mégis kevesebb staminát fogyaszt. Na. Na most, hogy... közel 40 percet vettem ebből a részből úgy, hogy semmi haladást nem értünk el, csak Twilight-oztam. Akár mehetnénk is tovább. Jó, csináljuk meg először ezt. Tudjuk le gyorsan. Aztán ezután majd jöhet az Immortal Flame. Hello, csóka! Én nem lehet bántani. Itt egy kapát kell megkeresni amúgy. Na. Ez nem lehet szétütni. Mindegy, préjelünk egyet. Sosem baj, ha préjelünk egyet. Hát ezt így egyszerre lebögtük a földön. Annyi baj legyen.
Ez valami lángyas, na ezt öljük meg. Nyalathotep, ez a neve. Nyalathotep. Bedoblak. Szevasz, Nyalathotep. Segíthető. Jaj, persze, hogy közben lövik az ágyú tűzé lövedékeket. Ah, beszorulták, kapta. Jó. Ja, hát én azt akartam felvenni, ami ott volt hullám, de mindegy. Ez nem lehet, hogy nincs rajta semmi. Úgy nézett ki. Na még azt megnézzük. Még mielőtt kimegyünk a bájáról, hogy van itt olyasmi, amit csak úgy simába fel lehet szedni. Láda, vagy mit tudom én. Most már minden ember megdöglött így magába. Itt van egy hármas láda. Ebben ugye mimik lett volna, de ilyenkor már mimik se jön elő. Meg ilyenkor meghalni se lehet. Érdemes körbejárni a pályát, hogyha esetleg idejekorán vége van. Sticky pot. Ops, itt is van valami. Jókai water pot. Ott lent is volt valami, várjál csak. Lesz. Hamaja erő 5 darab. Na most úgyis hiány vagyok. Ezt is fölvesz. Jókai incense. Errefelé nem volt? Ó, várjál, igen, itt errefelé nem is voltunk. Erre itt hátul mi van? Itt gugolnak a emberek, hogy ne bántsák. Itt mi van? Ja, itt jöttünk ki. Jó van. Jó van, akkor erről ennyit szerintem. Hol volt itt a... itt. Szerintem így menet közben kicsit le fogom némítani a mikrofonomat egy pár másodpercre alkalmanként, amikor éppen nincs mondanom, vagy mit tudom én. És addig bekapcsolom magam a ventilátort, mert én megtörlök, bazd meg. Pedig azzal kezdtem, hogy megfürödtem hideg vízzel, teszem hozzá. Nem azért, mert nem volt meleg víz, hanem gondoltam, hogy ha lefagyasztom magam, akkor majd nem fogok izzadni. Hát ez nem talált. Nem jött össze. Na, indítsuk is el ezt a pályát akkor. Hát ő úgy látszik, a hálózatnak is melege van. Készülj! Lőjétek a cuccost! A piros szemű harcosok! Lőjetek! Na hát én mit mondani ilyeneket? Ilyeneket toborzott Kellyvel együtt. Az a köcsög Mitsunari. Démonokat, jókaikat használ, hogy megtámadja minket. Majd megtanulja, hogy a mik a harcosok miből vannak.
meg majd meglátják, hogy mire képesek a mikavák. A denevérfejű szakállas bácsi. Na viszont, konnektáljál egyet. Tudom miért, miért volt lost connection. Kell a connection, mert kellenek a revenantok. Connecting, connecting, ding 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 ding. Na jó, nem? Fail lesz belőle? Meg izé, karbantartás alatt van a jó szerver, hogy nem, oké, sokáig tartott, mire bekonnektált. Jó, hát akkor menjünk. Tiriri, tiriri, itt van hát új kódama. Kadamá! 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 Szöcs! Megint itt vannak ilyen vizes hordók, mint a hányos taknyos pályán volt. Csak itt arra jó, hogy a tűzön át tudsz szaladni, úgyhogy nem fáj. Persze nagyon-nagyon hamar lejön rólad ez a vizes tudsz, ha elkezdesz a tűzbe rohangálni. Igen, meg itt már ilyen piros démonok van. Nem felítottak meg, hogy ne csináld ezt! Bozi! Ne dovarjál, még itt démonokkal harcolok. Na. Errefelé van a semmi. Meg. Szintén semmi. De már tényleg átszaladtam a tűzön, úgyhogy nem fájt. Így, ide be lehet jönni egy ilyenért. Oh, hello! Itt meg robbanó horda van a hátán. Azért jó, mert tüzes izém van, lángyám van. És az a pillanat, abban a pillanatban, hogy hozzáérek a hordójához, akkor fel is robban, meg én is vele együtt. Úgyhogy barátságos. Nézd már! Hát, szevasz! Nem hallottad meg, hogy leszúrtam a barátodat? Ározt a zsolés! Úgy. Jó. Viszont én láttam valamit, amit föl lehet szedni, de az hol volt? Lehet, hogy... Ja, lehet, hogy itt volt. Nem, gyorsan megnézem. Ott volt annak a tűznek a túlfelén. Csú. Itt ne. Arra kudama, kaja kudama. Jó van. Hát legyen akkor. Arra kudama, meg kaja kudama. Jó, erre kell tovább menni. Ez is egy hosszabb pálya amúgy. Majd meglátom, hogy belefér a részbe, még egy fő küldi. Na, szedd össze. Ide le lehet oda esni. Na, sőtek adama. Kell hozzá a víz, hogy innen kijöjjek, ha jól emlékszem. Áú. Na igen. Valami ilyesmire gondoltam az előbb. Hát volt egy kadáma. Jó, még egyszer. Ezt fölvesszük. Na, megyünk arra, mert ott csapda van. És egy két puskás buzeráns várott lesben. Adunk neki helyette egy ánuszkezelőt. Jó. Erre felé. Hello. Azt mondja, ha én ezt szétütöm, tüzes a fegyverem úgyis, akkor szétrobbantja a falat. És akkor ez shortcut. Azért meg leállítom az égést a vizes hordóval.
Glúgy. És akkor erre. Ez szép nagy összebasztó. Negoró rifle. Ide fölmegyünk. Aztán le is esünk, mert nincs semmi. Viszont itt van egy ilyen. Hello! Hello! Ezt a staminát! Ah, nem áll! Gluck. Hellóka. Ó, meg is kaptam a Nurgle Hunter. Na, akkor majd ezután majd csak köszöngetünk neki. Na, itt ezt szétítitek, és akkor itt van egy letra. Úgy van le. Itt pedig egy benéző. Jó. És még egy shortcut-ó, az mert rögtön vissza az első shrine-hoz. És akkor itt szét kell ütni az egyik vizes hordót. És akkor itt be kell szaladni. Így lehet felvenni ezt, és itt azt tudom, hogy hajak is vannak. Aha, Samurai Lox. És az zárja lehet elég is. Ez kettőt ad. És akkor lehet 7 ponton. Már jön is. Már jön is az Armor Piercer 3. Jó, vizacska megint. Kiszaladás van. Oké. Okay. Akkor folytatjuk is az utunkat. Nem megyek tovább arra, mert az majd ott egy olyan ajtó, amit most innen nem lehet kinyitni, viszont cserébe shortcut lesz az is. És itt egy koroba. Shortcutokkal van tele ez a pálya. Ami szerintem nem baj. Valaki észrevett. Persze, ágyúzzá! Az édesanyára! Azt ágyúzzad! Jó, de leugrunk. Itt be. Fáj cuccos. Ott egy olyan. Köt. És akkor váó, itt van egy Kodama is. Kicsit odébb akkor. Itt van fent egy olyan, aki szükség lelőhet. Meg ott mászkál egy olyan. És puska tőténnyel pedig ezt szétlőjük. És ráugrunk a szárvasra. Jó, ez egy az. Az egy másik. Jaj, most iszre. Lózi, utálom a két püskös fajtádat. Hát ez így érdekezik. Ninjon. Ninjon kodik. Jó. És akkor itt van egy ilyen. Itt pedig egy Kodama. 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 Szia. Mit is gárgattál ott ennyi? Jó. Én persze ott volt még az, csak itt lelőttem annak az utcai. Adjad ide! Itt van egy ilyen.
És ott van egy olyan. Akkor szétlőjük azt a falat. Master Ninja Lux. És akkor itt van a sorkató a következő. Ezzel végig lehet menni itt a fal mellett, és akkor visszajutunk a legelső tűzihez. Ki lehet kerülni a félvilágot. Jó. Illetve azt is szétlőjük, az is szétrobbantja a falat. És akkor itt ki kell menni. Minden dobált volna amúgy, mert ilyen kis bugnálás. Nem volt semmi. Vizes hordok. Mitek oda ma? Ez az ajtó megint csak innen nyílik. És akkor bejutunk a... itt a tűzi mögé. Ez a ide sarokba. Itt áll. De ki lehet menni a víz segítségével. Na és akkor itt van egy ilyen búda. Gyere csak! Aha, búdi. Mondom, búdi. Hogy. Jó, és akkor itt van egy Srine. El is költjük, amink van. Level up. Szerintem simán mehet a buddy. Most már igazából minden megvan, ami kell dojókhoz, meg mindenhez, úgyhogy jöhet a damage. Viszont még mielőtt nagyon-nagyon damagézzük magunkat, van itt valahol vízes rövödör? Kéne egy. Szerintem itt kint van. Aha. Na. Lehetőleg nem kéne belefutni a tűzbe, amíg el nem érek odáig, ahol ezt használni szeretném. Egész pontosan itt. Itt kiszalad az ember, és ide kimegy kívülre. És akkor itt van egy valami. Semmi extra. Charm, azt annyi. Nézd meg a buzit! Figyelj! Te! Hülye! Mindjárt leesek! Nézd meg, nem találom el. Tegelj meg! De az a baj. Elfogyott a vízem! Amíg itt harcolgattam ezzel a buzalással, elfogyott a víz. Na. Életet vissza. És akkor egyrészt itt mi van? Ez mi ez? Fire on Memory Charm. Amíg a Ninja Luxot azt így meg kéne zabálni. Három darab ninja pontocska. Hamika. Hami finom. Jó, és akkor itt fel. Itt át. Az a padló meg ott leszakad. Meg ott ágyúval szeretné lelőni az arcomat, ami hát sok sikert kívánok, de én nyíllal akartam mondjuk lődözni, nem ezzel, nem egy. Még egy. Nem, még, most még nincs még egy. Nem rejtőzik így az a robbanó hordók, ugye puskaporos hordók mögött. Oh. Oh, hey. Aztán mindjárt leszedjük magunkról a tüzet. Na egyébként ez csak annyi, hogy ide visz ki ehhez az ajtóhoz. Ezt nem lehetett volna kinyitni kívülről. Itt van egy ládikó.
random cuccos. Glitch. Open. Jó, és akkor ide felmegyünk. Itt egy lárikom. Honnan lőttél, búza? Haha. Ennyit rólad. Banka. Jó, és akkor itt van még egy korama. Ezt pont talált. Jó. Itt, jaj, nem itt akartam. Marha. Pazarlom itt a HP-t. Ne, vissza a tűzbe, idióta! Jó. Ott van egy köd, ami kicsit hamarabb izé meglátni kéne. Bunko. Jaj, ez kár volt. Úgy, szépen. Szépen levédtem a tekeredésedet. Mert meg is haltam volna, hogyha mind rám tekeri. Ide föl lehet menni, és le lehet esni ide. Itt az egyik konema. Nem csak az, egyébként ott egy kappa, meg még egy konema. Majd merre, majd megyünk arra is. Majd ez is itt van, Young Ninja Locks. Igaz, hogy ez szerintem csak egy pont, de minden pont. És akkor erre kéne most menni. Pontosabban nem erre kell menni, de én most erre megyek. Szerzek egy vizet. Ide befutok. Kinyírom a helyeket. Valahol itt... itt van. Itt van a storehouse kulcsa. Kiszaladunk. És akkor ezt az ajtót most ki tudjuk nyitni. Van benne egy ilyen, két ilyen nagy doboz. Master Samurai Locks. Négy samurai pont, csém, négy. Érdemes az ilyen kis mellékvágányokat megcsinálni, mert látjátok azért jár érte használható jutalom, még hogyha a fegyverek meg ilyen szarok, amit dobálnak. Azok annyira nem is, de tényleg a hajak azok mindent visznek. Szerintem el is használom a hajat. Ez nem, az 6 pont kell, plusz 50 life-ot tudok fejleszteni a baltás oldalon, viszont kaptam egy pontot is közben. Még 10 life, tök jó. Szerintem teljesen jó. És akkor itt van Shrine number 3. Én úgy tudom, hogy azután már nem is lesz több shrine. Induljunk el erre. Jó. Én. És ott van lenne kappa. Szerintem ő most nem lát. Jól tippelek, akkor nem lát. De meghalt ez a kappa. Pumenko, te. Minden. Ja, nem, a lándzsa az nem. A többi az jobbnak tűnt, mint az enyém. Csak az a baj, hogy nekem kell a... kell a Red Demon Armor. Úgyhogy hiába jobb. Bokko. Te nem tekersz le engem, hülye vagy?
Csináld a tüzet. Hát ha... neked. Na, nyílj ki. És akkor ez itt visszanyílik a shrine-hoz. Ez meg itt egy kadamá. Ja, azt már fölvettem. Akkor ez itt egy semmi. Jó. Ezt elkaptuk. Azt kapta. Fölrobban egész terem, amúgy. Szevasz. Bunkó. Egyébként ide bent is van egy karema, és meg is volt, ő volt az utolsó. Ah, megtaláltam mindenkit. Tetsző. Oké. Okay. Menjünk... Menjünk el. Ez kicsoda. Neked mi... Lágyas. Megöljük. Hajja! 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 Na, na! Na! Nem fogsz lelőni, hülye vagy? Maradék HP-m, biztos, hogy lelőböd. Jó? Te csak nem kell itteni ilyeneket csinálni. Úgy, ki kell védened, én meg fődobla a levegőbe. Te jól elesel. És megpörgöl. Egy lila red démon kesztyű, azt hiszem nem rossz. Nekem csak kék van. Szinte biztos, hogy jobb, mint az enyém. Főleg, hogy magasabb szintű pályán játszott már. Jóval, mint az a kesztyű volt. Te meg mit dobálod, anyád? Észre lehet venni, hogy ahogy haladok be az épületbe, meg így felfelé egyre tűzösebb a hangulat. Na, gyertek ide? Nem jössz ide? Aki nem jön ide, kimaradt a fejébe. Kimaradt, hogy most... Aki nem jön most ide, nyílt a fejébe. Még a szótak szám is kijön. Én vagyok az Uber megaköltő. Jaj, faszom! Na, szép. Leestem. Nem baj, egyébként sem baj, mert nem erre akarok jönni. Hanem erre. Ide ki. Nem nyomjuk meg az izét. Az nem nyílik. De majd ezt is feloldjuk mindjárt. Először is elindulunk erre. Jó. Azt hiszem... Elnémed. Demon's Horn. Kovácsolóanya. Rifle ammunition. És akkor itt most lehet kinyitni ezt a belülről. Pont itt, ami kim volt. Kinne volt-e. Csakó. Várjál csak úgy, hogy puskatöltényt felvesszük. Amúgy az épületben kell majd tovább menni, csak gondoltam, itt kívül is legyilkolok mindenkit. Ez egy.
hogy nem fogtok lelőni. Ha esetleg így valaki azt gondolta volna, hogy majd ott átfut a tűzön, akkor ezekkel találta volna szembe magát. Ezt is kinyitjuk. És akkor ez meg ide-vissza shrine-hoz ki. Kinyitjuk ezt az ajtót is. És ez meg hová is visz? Ezt szakadok le. Na, itt voltak, akiket lelőttem. Innen jöttem föl a lépcsőn, a másik oldalról, itt. És itt voltak, akiket legyilkoltam. Elmegyünk erre. Meg rögtön erre. Itt van egy ládi. Ládi-ládi. Ez a hely is egy labirintus amúgy. Kurva könnyen el lehet tévedni. És én is megtettem a eltévedést. Már majdnem. Azt mondja, erre megyünk. Úgy van, hogy... Hogy van? Itt visszakanyar. Itt van egy ilyen. Így, és akkor itt balra. Itt rögtön vissza ezen az ajtón. Le ott ezen a lépten, én leugrok. És akkor itt van még egy shortcut-ó. És ez visszavisz így a shrine-ig. Én megnyomom most a shrine-t. Van elég, hogy elköltsöm, király. Adja csak. Adjál még egyet. Nyem. Itt fölmászik az ember. Itt rögtön visszakanyar. Hátul elmegy. Végig itt. Föl kell menni a lépcsőn, csak én most leugrok a közé miatt. Van lent egy ilyen hot spring. Megint több lett a HP-n, de miért? 2500, nem tudom mennyi volt, belőltem a ezerbe, és 2660 lett a max HP-n. Na mindegy, följövünk a lépcsőn, ide be kell jönni. Hát még nem vesznek észre az ajtóba rögtön, úgyhogy le lehet lőni ezt a két faszt, a két... Azt hiszi, hogy ő a Jani. Pedig inkább csak Zsuzsik. Zsuzsivágy. Áú. Nem tudom, hogy miért nem tört le a szarba, amikor kétszer is eltaláltam, de mindegy. Igen. Igen, ez a játék, egy hitel mindenkit. Jop. Oda be. Oda föl. Annál tovább. Ide le. Manda vonal le. Ölni. Jó. Arra fölmegyünk. Már közel vagyunk a bosshoz amúgy. Pálya végéhez. Szóval még egyszer. Ányálod. Ányálod. Ezt így nem tudom, miért nem lehetett az előbb. Mindene. Hamika. Jó, hogy felszaladunk a lépcsőn, és hát nem szaladunk fel a lépcsőn. Felveszünk az utcost.
itt balra kell menni. Ha jobbra mész, akkor, vagy sem mondta, hogy jobbra, ha balra mész, akkor ott szakadék van, meg tűz. Itt felszaladsz. És akkor itt van a bossi boss. Akire most felkészülünk egy kicsit. Még hozzá úgy fogunk felkészülni, hogy a ground fire nem kell, hanem helyette van valami dobálható dolgom, ami gyorsan dobálható vajon. Kivettem a izét mi? Az összes shurikent. Fuck. Hát az baj. Na mindegy. Akkor majd nyilazok. Nem akarom betenni a quick change-et. Hát nem is tudom. Mondjuk a Spirit Stone berakjuk. Az még jól jöhet. Jó, és akkor elvileg maximum van a izém. Aha, a living weapon-öm tele van. Úgyhogy már csak a buffolás az, ami hátra van. Tiger Running. Tere. Extraction. Számom ezt a vizék kármics, és akkor majd nyomunk egy fitness-t. Lényegében nem megyünk be, ez fontos. Főleg, hogyha crushert akarok. Hello, Sajka Magoichi. Ő itt a Sajka? Akinek nem bírja a fajka. Szerencsétlen egy ember vagy. És hát nem vagy szerencsés ember, inkább így mondom. Nem utállak, de meg kell halnod. Tepöcs. Mese? Tepöcs. A kurványát. Hát ebből már nem lesz crashver. Úgyhogy csinálunk egy olyat, hogy meg kéne halni. Ugye, jövőben. Úgyni. Ja, persze. Quick change. Na, gyilkoljál meg. Jöjjél már meg. Akkor majd itt állok egy helybe. Nem tudsz megölni. Ne legyél már béna. Úgy. Na. Gyorsan betesszük a shurikent. És akkor megdobáljuk egy kicsit. Nem az a lényeg, hogy sebezzünk vele, csak ha a levegőben megdobod, akkor elesik. És... Ó, viszont előtte egy kicsit fejlesztünk a ninja skilleken, méghozzá egy olyat. Az nem érdekes. Egy ilyet. Meg egy ilyet is. És akkor be tudjuk tenni összeset. Ez a bosshoz jól fog jönni. Ready jutsu. Shuriken 1, 2. És akkor kellene még 3 kapacitis pont, amit egy ground fire-ből most elveszek. Így. És akkor ezt betesszük ennek a helyére. Jó. Visszahívom a spiritet egy Sunner Scandal-lel. És akkor mehet az úzda. Itt hátra, ott végig futi. És itt áthozunk a szobán. Nem jönnek utánam. Én ideig. Elvileg nem jönnek utána, gyakorlatilag elképzelhető, hogy de. Hogy gyorsan ide nézek, hogy igazán van-e. Nem úgy tűnik, mint akit érdeklek. Nem úgy tűnnek, mint akiket érdekelek. Jó, akkor quick change. Illetve először egy Pleiades. 2 darab ilyen. És akkor Kekkai,
Tiger Running Extraction. Fejlődés még egyszer. Carnage. Jó, és akkor egy ilyen. Open. Messze. Kapsz egy weakness. A kurva szádat. Kapd be a faszt. Kapd be a faszt. Ugorj föl. Ne fel. Jó van téged, hogy akkor foglak leüzélni, Crusherrel megölni. Na jó, akkor lehet, hogy még egyszer megpróbálom, mert ez nagyon szarul megy. Gyere! Úgy, vágjál le! Jaj, hozzá vagyok szokva, hogy megvannak bizonyos képességek, amikkel egyelőre nem rendelkezem. És úgy kalkulálok az időzítésekkel, mintha meglennének a gyorsító szkíjeim, pedig nincs. Úgyhogy ilyeneket nem szabad elkövetni. Pedig mindenképpen ne kell weakness-elnem, mert akkor van a nagy damage, hogyha le-weakness-eljük. Úgyhogy futi fel, futi át. Na, mi történt? Ez hogy fordult meg? Ki tudja. És oda fel, tovább, még tovább, egy summoner scandal. És akkor egy ilyen play lesz. Kell egy small speedstone, kettő darab. Jó. És akkor betolunk egy Dion Jean szakét. Hol van? Ez az? Aha. Igen. Begyomjuk ezt. És akkor Tigeren, Kekkoi, Quick Change, Extraction, Playless, Carnage, Winzefen. És akkor így. De pöcs! Ott a Crusher, a kurva anyád. Na, nem kellett a weakness. A Dion Jean Sake, amit most megittam, azt csinálja, hogy mindenféle elementális támadások ellen megnöveli a rezisztemet. Tehát kevesebbet sebződök a tűztől, meg mindenféle egyéb varázssebzéstől. Figyelj! Szólalj már meg, te pöcs! Ja, semmi. Itt kell tovább menni. Na, megkaptam a Crusher, nem ért hozzám. Azt hittem, hogy csak később fogom tudni megcsinálni. Szép nagyot kapott a szúrással a földön. Az anyja, nem rossz. Nem rossz. Viszlát! Elmentek innen. Miért jöttél ide, Anjin? Ez a kastély elesik. Menj, fuss, amíg tudsz. De mi a fasz, tumás?
kastély elesik, akkor én is azzal együtt készen állok a halálra. Mégis mire vársz? Na akkor menjél ott ki. ma nem fogsz a pokolba jönni velem, Andrin. Ők fognak. Na, aztán most mennyi, aztán gyilkold meg a külföldi mágust. Ő a te kereszted, nem Ieyasue. Mennyi, gyilkold meg. Odaadom a madaramat is. Ugye tudtam, hogy az utolsó éjszaka, vagy az utolsó éjszaka, amit a Fushimi kastélyban töltök, azzal el is búcsúzom az uramtól. Fiatal korom óta az oldalán harcoltam sok ellenség ellen, hogy Imagavák meg a Takedák ellen, mintha tudnánk, hogy kikről beszélnek. És ez elég nekem, hogy ezeket az emlékeket magammal vigyem. Majd a másik oldalról fogom figyelni a Ieyasunak a békéjét, amit megteremt. Na. A Fushimi kastély fényület. És úgy látom, hogy már majdnem másfél óra elmegy a dolog itt a videózás, úgyhogy nem is fogok tovább menni, ügyes-bajos dolgokat itt elintézem még gyorsan. Ó, várjunk csak. Igen, most megkaptuk az összes fegyveres dojót. Nem megyünk az Immortal Flame-be. Meg a Silent Crow-ba sem megyünk, meg oda sem megyünk, hanem az lesz, hogy a dojo, és ezek közül csak a Steel Across Steel tudom megcsinálni, ugyanis ezek minden egyes fegyverhez van egy külön Übermaster fokozat, sima katana, két kardok, lándzsa, balta vagy kalapács, Kusarigama, Odachi és a Tonfa. Ezeket majd mind-mind meg fogjuk csinálni, csak a Proficiency-t én off-kamerába fogom összeszedni hozzá az 500 ezeret, mert 500 ezer weapon proficiency kell. Tehát 500 ezer damage-et le kell nyomni minden fegyverrel előtte ahhoz, hogy ezeket meg lehessen csinálni. És én most gyorsan megcsinálom ezt. Hozoim bácsit lenyomjuk. Ez még bele kell, hogy férjen itt az időnkbe. Nem hiszem, hogy olyan nagyon megizzasztana. Mondjuk a mesterek kemények, és nyilván ellene is minden nélkül egy falándzsával kell harcolni. Nézd már! Figyelj, jöjjél meg! Ezt nem is láttam. Jó, tudom, failed. Ja, de mindegy. Azt néztem, hogy van 5 darab elköltetlen szamuráj pontom, de tudom, hogy van 5 darab, hiszen a baltának a HP-s dolgára várok, úgyhogy jó, mindegy. Ez alá nem számított, csak megölettem magam. Bácsi? Bácsika? Mi a fasz? Kiugrott a izéből? Nem voltam elég gyors. Ne csak. Ide. Hoppá. Hoppácska. Pöcc.
Follow him, papa. Na, futá. Szióka. A lándzsás képességeid egészen lenyűgözőek. Ő a lándzsás übermester. És akkor most kaptam egy új Mystic Artot. Ez a Spear-eknél, vagyis hát a Spear-nél van itt, itt lent. Pontosabban kettő közül lehet választani. Hát az igazság, hogy a láncsáknak nem valami hú de jó, vagyis hát én nem tudtam sose kihasználni ezt, ami van. Választani kell egyébként a kettő közül, hogy melyik Uber skill-t használ az adott fegyvernek. Ez, a Fluidity, azt mondja, hogy Spear Stance Change. Mi? Spear Stance Change. Aha, ez nem ez az, ami itt van. Ez. Hogy micsoda? During Key Pulse. Na várjál, mi ez? Ja. Tehát, hogyha a kipulsz közben, ugye ahogy a pocsolyát eltakarítod, az a mozdulat, ha azt a mozdulatot csinálod, és közben még átváltasz valamilyen állásból vagy másikba, akkor csinál egy ilyen hátralökő mozdulatot. És akkor azt mondja ez az Uber képesség, hogy ezt a Spears, ezt a mozdulatot akármilyen állásból lehet csinálni, mert egyébként csak high stance-ből lehet, azt mondja. És hogy ezt akármilyen állásból lehet csinálni, és belekombózhatsz, vagy csinálhatsz akármilyen kombót bármilyen állásból, úgy, hogy tehát ezt csinálod először, ezt a hátralökő mozdulatot, és onnan folytathatod akármilyen kombóval. Ez az, amit én sose tudtam használni, úgyhogy én nem is fogom. Helyette van egy ilyen, hogy a pöckölő támadások, tehát a szúró támadások nem pattannak vissza a falról, és messzebbre ér a lándzsa úgy önmagába, úgy minden támadás. Úgyhogy én ezt fogom kifejleszteni, ha lesz rá ninja pont, vagy az én szamuráj pontom, de egyelőre még nincs. Majd amikor elkezdek a többi fegyverrel harcolgatni, hogy meglegyenek ami a fenék. A weapon proficiency, ugye a fegyverképzettségek ahhoz, hogy dodzsózni tudjak. Akkor majd mindig, ahogy elérek egy bizonyos küszöbb szintet velük, akkor kapni fogok egy szamuráj pontot. Szerintem, ha az összes fegyverből megcsinálom az 500 ezeret, akkor szerintem egy ilyen 20-25 szamuráj pont fog összejönni körülbelül. Csak abból, hogy 500 ezerig felviszem az összeset. Jó. És akkor kaptam egy ilyen pontot, és ezt is gyorsan elköltöm. Ebből is van 3, mert most egy ember boss töltem meg, az ungió az mindig az emberekre vonatkozik, az agió meg a szörnyekre. Most ember boss töltem meg úgy, hogy nem ért hozzám. Úgyhogy tolhatom az ungiós skilleket ezerrel. Jó. És akkor csinálunk még egy olyat, hogy offer. És igazából nem is nagyon érdekel, hogy miket kaptam. Nem, ez nem igaz, ez teljesen igaz, mert láttam, hogy volt egy lila kesztyű Red Demon Armorból. Úgyhogy az nem lenne hátrány. Ezt kéne egy kicsit reforzsolni. Úgyhogy ezt gyorsan meg is tesszük. Blacksmith, reforge, egy ilyet, illetve megnézem a weapont, hát ha megváltozott, mindig megváltozik ilyenkor, hogy mit tudnál a dolgoknak a helyére tenni, nem,
Hülyeséget beszélek, ez egyáltalán nem változott meg. Jó, semmi. Akkor armor. Kesztyű. Red Demon armor kóte. De nem ezt, hanem ezt a másikat. És atakkot kéne találni bele. Nem? És rendesből, ó, meg nincsen izé mi. Reforge-nak való cuccosom. Há, elfogyott az anyag. Jól van, akkor disassemblözünk egy kicsit. Tessék itt a cucc. Jó, már mindegy. Elfelejtettem lezárni, úgyhogy el is adtam azt, amit most itt reforzsolgattam. Matadozó, neked is. Viszont azt megnézem, mit árulsz. Még mielőtt ki... Whetstone. Van nála 3 darab. Meg is veszik. Chidori Jumanji Spear. Az nem köll. Na, akkor matadozó. Na, és akkor matadozó nektek is. Mert itt most véget ért ez az epizód. És egy kicsit kicsúsztunk a másfél órából, de csak egy kicsit. Úgyhogy legközelebb innen fogjuk folytatni a fő küldetéssel, méghozzá ez lesz a Sekigahara. Aha. Itt egy ilyen über csata jelenet lesz, és a háború közepén fogunk harcolni, ez egy ilyen pálya lesz. Szerintem tök jó, csak kicsit eltévedős az is. Ott meg a füstbe kell a harc téren rohangálni. Úgyhogy jó lesz. És nagyjából ennyi. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha mesélnétek a pubertásról, hogy milyen volt, akkor inkább azt ne tegyétek, mert nem biztos, hogy érdekel, viszont bármit lehet a kommentek közé dobálózni egész nyugodtan. Max, hogy egy jót. Addig is, sziasztok!